Közelednek a parlamenti választások, és ilyenkor minden politikai párt, így a Magyar Koalíció pártja is készíti választási programját. És le kell szögezni azt, hogy az oktatás, nevelés, a képzés számunkra kardinális kérdés és kulcsfontosságú terület. A Magyar Koalíció pártja úgy gondolja, hogy megmaradásunk egyik komoly záloga az anyanyelvi oktatás, és hisszük és valljuk, hogy az emberi erőforrásokba való befektetés az egyik legjobb befektetés, igaz, hogy hosszú távon térül meg, de megtérül. Hisszük és valljuk, hogy minden felvidéki magyar számára a legfontosabb az, ha biztosítani tudjuk számára az óvodától az egyetemig az anyanyelvű oktatást és a nevelést. Ennek érdekében pártunk kész megtenni mindent, és elsősorban azt szeretnénk biztosítani, hogy főleg kis településeinken az anyanyelvi óvoda és az alapiskola alsó tagozata megmaradhasson, és természetesen ezt törvényi garanciával szeretnénk alátámasztani. Ugyanakkor, hisz ezzel összefügg, továbbra is támogatni fogjuk az óvodai és az iskolai beiratkozási programokat, szorgalmazni fogjuk és megpróbálunk anyagi hátteret biztosítani az úgynevezett iskolabusz programnak, és valami olyasmit szeretnénk, ami még eddig nem volt, szeretnénk bevezetni az úgynevezett ingázó pedagógusok, az ingázó tanítók rendszerét, amely tekintettel az egyre csökkenő tanulói létszámra talán hatékonyabbá teheti majd az oktatás finanszírozásának a rendszerét. De nem csak az óvodák és az alapiskolák fontosak számunkra, hanem legalább annyira fontosak a középiskolák is és a középiskolák hálózata. Sajnos itt is érezhető a tanulói létszám csökkenése. Éppen ezért fontosnak tartjuk az úgynevezett iskolaközpontok létrehozását, és ezzel összefüggésben szorgalmazni fogjuk az úgynevezett iskolaközpontok létrehozását. Szorgalmazni fogjuk nem csak az óvoda, az alapiskola, de ezekkel együtt a középiskolák összevonhatóságát is, és ennek jogi kerete megteremtését, hisz egyre kevesebb a tanuló a régiókban, és ez egy jó megoldás lehetne az anyanyelvi oktatás megtartása szempontjából. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, ugyanakkor szeretnénk integrálni a rendkívül sok tanulmányi versenyt, hisz az utóbbi időben túlságosan elburjánzottak. Tudatosítanunk kell azt, hogy az Európai Unióba való belépése az országnak megerősítette a versenyhelyzetet. Egy olyan konkurens közegben élnek egyének, közösségek, sőt nemzetrészünk is, amelyre kellő módon kell reagálnunk. Mindenképpen a használható tudást tartjuk az egyik legfontosabb dolognak, és ennek nélkülözhetetlen része a minőségi oktatás. Manapság már nem csak a kréta és a tábla, a pedagógus személyisége, annak kisugárzása fontos, hanem az is, hogy szakmailag jól felkészített pedagógusok neveljék és oktassák gyermekeinket, akik számára nem idegen az információs és kommunikációs technológia használata, akik innovatív módszerekkel próbálják egyre jobban elmélyíteni a diákjaink számára a megszerzett tudást. Magyarok vagyunk, tehát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar nyelv és irodalom, illetve a magyar történelem, nemzetünk történelme is ott legyen a tananyag között, még akkor is, ha a hivatalos tantervek ezt egyértelműen sajnos nem tartalmazzák. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy az úgynevezett szabadon felhasználható tantárgyak, illetve órák között a nemzeti történelemre, a nemzeti földrajzra egyre nagyobb hangsúlyt helyezhessenek pedagógusaink és iskoláink is. Az Európai Unióban, Európában manapság, ahol a mobilitás nagyon fontos, szükségszerű az, hogy az ember anyanyelvén kívül egyéb nyelveket is beszéljen. Számunkra kézenfekvő, hogy az egyik legfontosabb nyelv, a régió nyelve, Szlovákia hivatalos nyelve, a szlovák nyelv kell, hogy legyen. Ezen kívül természetesen fontosnak tartunk még egyéb más világnyelvek oktatását és elsajátítását is.
Ugyanakkor fontolóra kell vennünk azt, hogy indokolta alapiskoláinkban az alsó tagozat harmadik évfolyamában bevezetni a második idegen nyelvet és annak intenzitását. Talán jobb lenne egy nyelvet és sokkal mélyebben és sokkal alaposabban tanítani, oktatni, és talán az elsajátítás is egyszerűbb lenne. A szlovák nyelv oktatásával kapcsolatban fontosnak tartjuk azt, hogy az állam teremtse meg azokat a feltételeket, amelyeknek köszönhetően kötelezően bonthatóvá és oszthatóvá válnának az egyes osztályok alap- és középiskolás szinten is, mivel alacsonyabb tanulói létszáma sokkal hatékonyabban lehet az idegen nyelvet oktatni. Ebben a térségben és a rohanó fejlődés következtében sajnos minden ember rákényszerül arra, hogy pályát, szakmát változtasson. Ezért számolni kell azzal, hogy az ember élete folyamán akár háromszor, négyszer is szakmát kell, hogy váltson. Ezért támogatjuk és szorgalmazni fogjuk az életen áttartó képzést, a felnőtt oktatást és annak lehetőségei kiszélesítését. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a most leköszönő kormányzat okozta deformációkat, torzulásokat és azokat a sérelmeket, amelyeket ez a kormány és ennek a kormánynak az oktatásügyi minisztere okozott számunkra, ezeket kezelni kell. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az elmúlt négy esztendő gyakran politikai színezetű döntéseit az elkövetkezendő választási időben módosítani tudjuk. Itt elsősorban arra gondolok, hogy az új közoktatási törvény által meghatározott tankönyv használat számunkra nem megfelelő. Nem szabad korlátozni azt, hogy az iskolák milyen tankönyveket használhassanak, ezért törvényt kell módosítani. Nem tudunk belenyugodni abba, hogy földrajzi neveinket nem használhatjuk szabadon, ezért a törvénynek ezt a részét is meg kell változtatni. Sajnos a nyelvtörvénynek is nagyon negatív hatása volt a közoktatásra, és a pedagógiai dokumentáció alkalmazásával és írásával kapcsolatos paragrafusokat is módosítani kell, és vissza kell térnünk az eredeti állapotokhoz. Nem tudjuk támogatni, és módosítani kell azokat a új jogszabályokat, amelyek az iskolai önkormányzatiság elvét nyirbálják meg. Vissza kell térni ahhoz, hogy ez valóban egy igazi önkormányzati szerv legyen. Ami a felsőoktatást illeti, a Magyar Koalíció pártja továbbra is Komáromot, a Komáromi Sehely János Egyetemet tartja a szlovákiai magyar felsőoktatás központjának. Mindamellett támogatunk minden olyan intézményt, ahol a képzés magyar nyelven folyik, tehát a Pozsonyi Comenius Egyetem, a Nyitrai Egyetemre gondolunk és a Besztercebányi Egyetemre. Ugyanakkor támogatunk minden olyan törekvést, amely integráló hatással jár. Szeretnénk, ha a Komáromi Seje Egyetemen az elkövetkezendő évek során minőségbeli változás történne, megerősödne az oktatói gárda, a doktorandusz képzés keretén belül újabb távlatokat nyitna az egyetem, illetve a tudományosság, a kutatás és a publicisztika terén is az egyetem az eddigiekhez képest jobb eredményeket érhetne el. Számunkra a legfontosabb az, hogy a felvidéki magyarság, a felvidéki magyar polgárok gyermekeinek megadassék az, ami megadatik az ország más polgárai számára is, hisz az oktatás a tudás megszerzésének a legjobb eszköze az anyanyelven történő oktatás és nevelés. Az anyanyelven történő tudás megszerzése, annak a tudásnak a megszerzése, ami jó sorsban ékesség, bal sorsban pedig menedék.